Szólóénekesek és kórusok, vers és prózamondók, színjátszó csoportok és számos más kategóriában jelentkezők produkcióit láthatja a közönség az idei diáknapokon, melynek Székesfehérvárad otthont április 16-a és 20-a között. A korábbi évektől eltérően most nem a vármegyei, hanem városunkban élő iskolások jelentkezését várják a szervezők. Újdonság az is, hogy ezúttal általános iskolás felső tagozatos diákok is megmutathatják tehetségüket. Előzetesen a tanároknak kiküldtünk már e-mailt az iskoláknak, ott nevezhettek kapcsolattartó pedagógusokat, és most pedig kiküldtünk már a jelentkezési linket, és itt március 4-től március 27-e délig tudják nevezni a diákokat 12 különböző kategóriában. A diákok 7 színpadi és 5 egyéb kategóriában jelentkezhetnek a megmérettetésre. Van showtime, diák színpad, szólóének, társasének, kórus, vers és prózamondás, könnyű zene, komoly zene, népdal, népzene, néptánc, és akkor az 5 egyéb kategória, ott pedig minden más, amit előre el tudnak készíteni a diákok, tehát egy honismereti dolgozat, ami Fejér megyéről szól, saját verset lehet írni, saját prózai alkotást lehet készíteni, bármilyen képző művészeti, iparművészeti termékeket lehet behozni, de lehet fotót, rövidfilmet is csinálni. Emellett média kommunikációs kategóriában is várnak pályázatokat, ami lehet kritika, plakát vagy akár reklámfilm is. A diáknapokon minősítő oklevelet kap minden résztvevő, és a zsűri minden kategóriában kiemeli a különdíjas és a kategóriadíjas produkciókat. A nagy létszámú részvételre való tekintettel a jelentkezés nem egyénileg történik, hanem az iskolákon keresztül. További tudnivalók a Fehérvári Diáknapok weboldalán olvashatók.